just sitting on the floor. 4 days ago, I can't hide anymore. I think I can open the window. Why don't you call me anymore? Elkezdtem gitározni, így fiatalon, beirattak zeneiskolába. 3 évig tanultam, Molnár Márta néninél. És akkor abba hagytam, 3 év után. Aztán így 5 évig szüneteltem egy kicsit, utána meg kiültünk egyik barátommal utca zenélni. És hát így bekerültem a Kisséd Presszó galériába, ott fellépegettem. Mondhatjuk, hogy 3 zenei tanulmány után jutottál el erre a szintre, ahol most vagy, vagy közben időközben azért én képezted magad? Magamtól is tanultam. Hogy lehet elsajátítani mindezt a tudást, amivel te rendelkezel? Tehetség van e mögött, óriási gondolom, de hát mellette azért az alapokra is szükség igen, van. Igen, igen. Hát az alapokra mindenképpen szükség van, főleg a gitárnál. És hát amit én megtanultam, az így elég volt ahhoz, hogy hallás után eljátszak dalokat. És emellett még van egy elméleti része a dolognak, amit később kezdtem el tanulni. De mennyi időt töltesz a gitár mellett egy-egy napon? Hát most kevesebbet, mert volt egy kis kéz problémám, meg van is, de úgy átlagban 1 órát vagy 2 maximum. You won't call me, hey. Szekszárdváros egyik ember elkezdett engem szponzorálni, beiratott egy jó tanárhoz, Bátaszéken Jagica Józsefhez, akihez még mindig is, mindig járok, és tőle tanulom az alapokat, meg az elméletet, meg mindent. És ez az ember, aki szponzorált, ez fellépéseket szervezett nekem, és így megismertek többen, tehát ilyen fejesebb emberek, és ők is meghívtak, akkor azokon a fellépéseken mások is megismertek, és ők is meghívtak mindenhova, és így végül is. Hova sikerült ez idáig eljutnod? Hát a legtávolabbi hely az Győr. Tehát Győrben elég gyakran vagyok, ott van a zenekarom is. Oda járok próbálni, és viszonylag jó fellépések vannak, tehát sok. Fesztiválokra, ilyen helyekre is ellátogatsz, gondolom. Igen, most megyek külföldre, Hollandiába, egy amsterdami fesztiválra. Ez a legnagyobb lehetőség, ami eddig adódott. De így más fesztiválra még nem nagyon hívtak, meg nem is jelentkeztünk. Jelentkezés szerintem itt van az egyik kulcs szó, hiszen ugye e területen is, mint ahogy a művészet legtöbb területen, ugye az önmenedzselés nagyon fontos szempont, hiszen enélkül, ha te magadon nem segítesz, hát nagyon kevés az az ember, aki rajtad tud vagy szeretne segíteni. Hogyan próbálsz végül is a saját magad segítőtársa lenni? Hát ez egy nagyon nehéz feladat, az igazság. Mert egy az, hogy nincs segítő, tehát nincs menedzserem, és magam intézem az üzleti részét is a dolognak, édesapám segítségével, elég nehéz. És hát még kezdő vagyok ebben, úgyhogy vannak ballépések, de azt hiszem, hogy jól megy minden. Mennyire nehéz egy ilyen fiatal hölgynek ezen a pályán megpróbálni érvényesülni? Hát én először nem hittem, hogy ennyire nehéz. Milyen buktatói vannak?
Hát nagy a veszély annak, hogy kevesebbet fizetnek, mint amennyit ígérnek. Meg hát ez az átveréses dolog, meg annak is nagy a veszélye, hogy ígérnek mindenféle dolgot, és utána megközlik, hogy nem az van, amit én akarok. Tehát ez a legnagyobb nehézsége szinte az egésznek. Ezektől így ideges az ember, meg mit tudom én, de édesapámmal megbeszéljük, meg máshonnan is kérek azért tanácsot, és akkor így hozok egy döntést. Nem tántorított ez sohasem a célodtól, attól, hogy hát a művészet területén, a zene területén boltok új a jövőt illetően? De igen, de mindig elszámolok magamban 3-ig, és akkor megnyugodom. És akkor azt mondom, hogy nem szabad feladni. Miért nem szabad feladni? Hát mert ez az életem. Külföldön szeretnéd mindenképpen megtalálni az utadat? Igen. Hát én a skandináv országokra gondoltam. Norvégia, meg Anglia is érdekelne. Hát azért, mert szerintem külföldről könnyebb Magyarországra behozni zenét, mint Magyarországról kivinni külföldre zenét. Ezért is. Főleg ezért. Brown room when I sing, here I could find a satisfaction. Green furniture when I sit as the day that I cry for your explanations. Good thoughts in my head, I can find a home. So nearly to this feeling, you can satisfy my craving. A zene az egy olyan dolog, hogy én a zenével tudom a legjobban kifejezni önmagamat, és az, amit a szövegekben elmondok, az teljesen önmagam. A zene az pedig, hát az is végül is így belőlem jön, én írom a szövegeimet is, a dalaimat is. Tehát teljesen önmagam. Mik ezek az érzések, mi az, ami egy 18 éves lányt foglalkoztat? Hát végül is ezek az érzések összességében az életnek a csalódásairól szólnak, sokszor a boldogságról és a szerelemről. Tehát ez a legtöbb. Ez a 18 év, ez boldogsággal, csalódással, melyikkel volt tele? Mi az, ami felé billenhet a mérleg? Szerintem egyenlő arányban van itt minden. Tehát, hogyha csalódik az ember, utána úgyis boldog lesz. De az első mindig a csalódás nálam. But now I'm alone here. My mind can make thoughts of anything else. And you laying on my shoulder, your soul and love kill my loneliness. I can do nothing now, I can't wait, I must die. Mindenképpen kell hozzá
tehetség és hallás. És tehát nem elég, hogyha az ember tisztán tud énekelni. Az nem elég, mert általában, hogyha azt mondjuk, hogy mit tudom én, valaki énekel, akkor az nem a teljes éneklés. Tehát az énekléshez meg kell tanulni egy külön technikát, ami nagyon nehéz, és ezt gyakorolni kell mindig egyfolytában. Tehát ezt skálázással kell gyakorolni. Nem csak dur meg mol skálák, hanem ennél nehezebbek is. És ez emellett a hallást is lehet úgymond képezni, hogy hallás után tudjon az ember kottázni, vagy kétszólamos kottát csinálni, és ezeket egyfolytában kell tanulni, meg gyakorolni. Legtöbbet itthon gyakorlok, de járok a bátaszéki tanáromhoz is. Mondjuk most ritkábban, mert ő érettségi volt, meg ilyen, ezek miatt kevesebbet voltam. De ővel mindig sokat skálázunk, hallás után kottázunk, mindent csinálunk, amire szükség van. Említetted az érettségit, túl vagy rajta, most hogyan tovább? Most valószínűleg a Kodolányi iskolába fogok jelentkezni, idegenvezető szakra. Hát így a legfőképpen a nyelvvizsga miatt, ez nekem a legfontosabb. Utána, hát ez egy éves iskola, utána pedig vagy Győrbe, vagy Kőbányára fogok menni. Egy főiskolára vagy egyetemre, tanári szakra, ének angol tanárnak. Az angol nyelv az számodra nagyon fontos, hiszen a zenéd is, ha jól tudom, csak angol nyelven, magyarul nem is énekelsz, nem is írtál még zenét. Miért pont az angol nyelv az, ami megragadott? Hát az a stílus, amiben én éneklek, ez végül is mondható rock zenének, de akusztikus felállásban is csinálom. Tehát ebben a stílusban nem tudok magyar nyelvvel olyan dolgokat csinálni, amiben az angol, tehát amivel angolul tudok. You're able to be in my soul, satisfy my craves. You can take my pain away. I can give you love for free. I can take the pain away. You can bring out the beauty. Rengeteg felkérés jön minden felől, szinte a legtöbb az így Nyugat-Magyarországról, és ezeket elvállalom. Meg vannak kapcsolatok, amiket teremtettem, és velük tudunk szervezni fellépéseket. Mit gondolsz, mikor lehet szó arról, hogy egy önálló CD-vel előrukkolj? Belátható időn belül? Igen, én 5 éven belül szeretnék egy rendes CD-t kiadni. Mi lenne ezen a CD-m, ha 5 éven belül sikerül mindez? Azok a dolgok, amiken most dolgozom. Mert ezeket eléggé, tehát profin ki kell dolgozni, ahhoz, hogy kiadható legyen. És ez beletelik most 5 évbe, így a kezdetekben. De már megszületett a fejedben. Igen. Minden, ami kell ehhez a CD-hez. Mi a legnagyobb célja Veszeli Áginak? Híres lenni Európa szinten. In my hand, I can find a home. Yeah. But I feel so nearly to this place.